Az ember bele sem gondol a szülőként abba, hogy a gyermeke mekkora veszélynek van kitéve netezés közben. Korábban a régi világban még a sötét, erdőszéli utcák, ma pedig az ennél is sötétebb dolgokat rejtő chatszobák jelentik a veszélyt. Egy magyar youtuber most kirobbanó pedofil botránya ismét rávilágít arra, hogy mekkora is a baj. Hogy tulajdonképpen vadásznak a fiainkra és lányainkra olyan beteg lelkű emberek, akik szó szerint tárgyként kezelik a fiatal lányokat és fiúkat. A több mint 100 000 feliratkozóval rendelkező magyar youtuber ugyanis fiatal lányokat vet rá arra, hogy vetkőzzenek, és erről képernyőmentéseket, felvételeket készített egy chatszobában. Ez már önmagában kimeríti a pedofíliát, és akkor még szó sem esett arról, hogy ez az úriember minden bizonnyal jól ismert a sötét webben, azaz dark webben is. És a dark webben tudjuk, mik mennek. Gyakorlatilag az internet egy olyan sötét bugyra, ami az átlag netezőnek nem való, és bárkit, aki mélyebben belenéz, alaposan felszaklatják az ott látottak. Manni videóját belinkelem a videó leírásában. Ott cenzúrázva ugyan, de bemutatják a felvételt, ami valószínűleg minden szülőt felzaklatna, az apukák zsebében pedig bicskát nyitna. Nekem sokkoló és felfoghatatlan volt látni, hogy ezt a srácot 100 000-en követik, és több 10 000-en nézik napi szinten. Az ügyben egy másik youtuber már feljelentést is tett a rendőrségen, de most figyeljetek, ott lényegében elhajtották azzal, hogy idézem, ez semmi. Innentől kezdve pedig gyakorlatilag magára van hagyva a társadalom, és csak a média nyomásában bízhatunk. Az üggyel kapcsolatban a napokban, a hetekben minden bizonnyal újabb fejlemények fognak megjelenni, remélhetőleg többen is fel fognak szólalni az eset ellen. Ami miatt még a konkrét bűncselekmény mellett is fontosnak tartottam videót csinálni, az maga a jelenség. Hiszen ez az egész úgy vágta pofán most a netes közösséget, mintha valakit nyakon vertek volna, miközben nagyon mélyen alszik. Ébresztő emberek. Pedofilok beteg elmék járnak közöttük. Ráírnak a lányainkra, a fiaink példaképeknek, bálványoknak tekintik őket, miközben nem is gondolnánk, hogy mennyi emberhez jutnak el. Ezek a hamis idolok hihetetlenül károsak. Egyrészt borzalmas példát mutatnak, relativizálják a pedofiliát és a gyerekek tárgyként kezelését. Másrészt a gondolat, hogy szabadon garázdálkodhatnak, mert a rendőrség baszik valamit tenni, azt mutatja, hogy a szülők totálisan egyedül vannak ebben a témában. Te vajon tisztában vagy, hogy mit csinál a fiad vagy a lányod a telefonján? Meg vagy róla győződve, hogy senkinek sem szolgáltatja ki magát, a testét és a lelkét, pusztán akár csak szeretetéségből, mert otthon nem figyelnek rá eléggé? Képzeljük el, mekkora lelki törést okozhat valakinek, akit mondjuk fiatalon ilyen felvételekkel zsarolnak. Vagy rosszabb esetben a dark webben köt ki névvel, arccal, gyakorlatilag bármilyen beteg lelkű bűnözőnek kiszolgáltatva. Az ehhez hasonló dolgokból más országokban már tragédiák is történtek. Mi szülők, akik naphosszakat sokszor az éjszakában nyúlóan azért dolgozunk, hogy nekik mindenük meglegyen, biztos mindentől megvédjük őket, vagy csak azt hisszük. Mert a netes ragadozók százai, de megkockáztatom, hogy ezrei garázdálkodnak szabadon ebben az országban. És bár a sötét utcán már nem tudják becserkészni az áldozataikat, megteszik ugyanezt az internet neonfényes homályában. Ott, ahol mindannyian jelen vagyunk, mégsem figyelünk oda egymásra.